Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Én most mindenek előtt azokról beszélnék, akikről méltatlanul kevés szó esett az eddigiek során, és akikért végül is legalábbis a versenysportot, az élsportot, vagy akár egyébként a tömegsport bizonyos rendezvényeit szervezi a rendezvény szervezője, a szurkolókról szeretnék néhány szót szólni. Nem kizárólag, de elsősorban a futball szurkolókról. Nem árulok el nagy titkot, hogy nekem a második vallásom a fradizmus, megáltalkodott Ferencváros szurkoló vagyok. Számomra három, hát református vallás vagyok, tehát nyilván nem akarom ezt a végletekig elbagatelizálni, vagy félreértésekre okot adni. Számomra három klubcsapat létezik, a Ferencváros, a Fradi és az FTC. Ezzel együtt természetesen tisztelem az összes többi csapatot és az ő szurkolóikat, és mély szimpátiával és megértéssel követem nyomon a különböző próbálkozásaikat. Viszont el kell azt mondanom, hogy bár rengeteg fejlődés van e tekintetben, mondjuk az elmúlt 25 évet tekintve, mióta én meccsre járok, de nem lehetünk elégedettek, és most azért rögtön szeretném főfelelősként megnevezni az MLS bizonyos döntéshozó szintjeit. Óriási szégyennek tartom, hogy, és akkor átneveznék egy kicsit a válogatott meccsek szintjére, hogy ma Magyarországon előfordulhat az, hogy Nagy Magyarországot, vagy hogy tetszik a történelmi Magyarországot ábrázoló zászlók, drapériák, molinók, mondjuk a Puskás arénába, vagy bármilyen más stadionba való bevételéért előállítanak szurkolókat, és ami mégis súlyosabb, kitiltják őket több évre MLS rendezvényekről, és ehhez biztonsági szolgálatot, úgynevezett biztonsági személyzetet alkalmaznak vagy vetnek be. Aztán az adott szurkolónak vagy szurkolóknak még hosszú idékkel kilincsen, hogy egyáltalán a meccs egy árát vissza tudják téríteni. Olyan megfelelési kényszerben szenved az MLS, amelyet egyébként semmi és senki nem vár el tőlük. Az UEFA maga nyilatkozta, írásba is adta, hogy nem tartja önkényuralmi jelképnek, és nem tartja üldözendő, betiltandó jelképnek. Nagyon kedves ez természetesen az UEFA-tól, a Nagy Magyarországot ábrázoló szimbólumokat. Ehhez képest vannak olyan szurkoló társaink, akiket kitiltanak. És egyébként tisztelt az, aki ezzel a problémával megkeresett, az a szurkoló konkrétan Újpest szurkoló, tehát függetlenül az elkötelezettségemtől minden olyan szurkolótársamért klubhovatartozástól függetlenül felemelem a szavamat, akár itt, ha már most a sporttal összefüggő törvényekről vitatkozunk, akiket megalapozatlan, jogtalan, felháborító és teljesen indokolatlan támadásért. Szeretném majd államtitkár úr esetleg ezeknek az ügyeknek a mélyebb részleteit megismertetni, mert akár a konkrét jogsérelmeket is reparálni kell, és meg kell akadályozni a további önkényes jogalkotást. Talán vannak olyan zárványok, ott ragadt zárványok az MLS-ben, akikkel kapcsolatban talán személyi konzekvenciákat is illő lenne levonni. Természetesen minden szempontból indokolt az úgynevezett 50%-os szabály, hogy a kvóta bevezetése leginkább, valljuk be őszintén, a futballban a férfi futballcsapatok esetében, hiszen már a mi hazánk ezt általános jelleggel gondolja, de a leginkább fókuszban lévő terület az tagadhatatlanul a magyar futball, és főleg az NB1-es csapatok. Azonban ez a kérdés, bár fontos lenne ennek a módosításnak az átvezetése, de sokkal mélyebbre nyúlnak ennek a problémának a gyökerei. Az óvodai neveléshez, az alapfokú, az általános iskolai oktatáshoz, kultúrpolitikához, ifjúságpolitikához is kapcsolódik, hiszen, és egyébként az utánpótlás neveléshez is. Tehát most tényleg pénzbőség van, főleg a futball tekintetében ezen a területen. Ahhoz képest nagyon csekély hatásfokkal dolgozik a magyar utánpótlás. Sok más egyéb, itt most az időkeret miatt nem tudom mindet fel, sok más indok játszik ebben szerepet. Úgy hiszem egyébként minden az elfogultságomtól függetlenül is, hogy egyébként én magam is jobban szeretném, hogyha a Fradiban is kizárólag magyar játékosok, vagy nagy többség magyar játékosok kergetnék a labdát, de egyébként a mi légiósaink azért döntő többségében nem elvesznek, hanem hozzátesznek a magyar bajnoksághoz. És egyébként vannak olyan kivételesen jó példák, ahogy tetszik, elmagyarosodási példák, mint például a balhátvédünket, Cristian Ramírez tudom említeni, aki csak azért nem tud játszani a magyar válogatottban, bár a képességeire alkalmassá tennék, mert egyszer már játszott az Ekvádoriban.
Jóval alacsonyabb fizetésért hazajött Oroszországból, mert Budapestet és Magyarországot tekinti hazájának. Kiválóan beszél magyarul, és folyamatosan tanul is magyarul. Magyar felesége van és 3 gyermeke. És amikor a pályán oroszlánként küzd, akkor legalább azt a szintet megüti, mint egy saját nevelésű játékos. Képviselő, azok... nagyon örülnénk, hogyha az összes játékoson nem mennénk végig Fradival kapcsolatban. Rendben van, elnök úr. Úgy gondolom, hogy gunyolódástól függetlenül ez azért ennek talán bele... Én annak teszem, hogy ennek talán azért vele kellene férnie. A másik kérdés, amit önök nem rendeznek, illetve tűzzel vassal tiltanak, megint csak a szurkolókról, a szurkoló érdekképviseletről beszélek, hiszen valahogy azokról, akik pénzt fizetnek ezért, akik sokszor 8-10-12 órát utaznak, ezt mondom elnök úrnak is, hóban, sárban, fagyban, kánikulában. És az egyébként nem csak a futballmeccsekre igaz, de leginkább, hiszen azért mégiscsak ez vonza a legtöbb nézőt, és azért, ha nem lenne ilyen érdeklődés, akkor gyakorlatilag okafogyottá válna mindaz, amiről mi most itt vitatkozunk. Egy fontos látványelem, fejlettebb és korszerűbb gondolkodás országokban engedik, lehet, hogy ez a 122. probléma, de azért kísérletet teszek én már sokszor az elmúlt 13 év alatt, hogy fontoljuk meg, hogy legalább a szabadtéri sporteseményeken szervezett, ellenőrzött, szigorúan ellenőrzött keretek között a pirotechnika alkalmazását lehetővé teszik, hiszen ismereteim szerint soha semmilyen komoly sérülés nem okozott testi sérülést, egészségromlást Magyarországon. Ettől függetlenül tűzzel-vassal tiltják, és az ezt alkalmazó, hanem is szurkolótáborokat, de az egyesületeket alkalmanként sok millió forintos bírsággal sújtják.